tartsanak ma este is Frey Tamással. Utazás Beverly Hillsben és Budán. Amerikai és magyar sztárok 100 milliós villái. Vajon miért titkolják a vagyonukat? Térjünk akkor most vissza Amerikába, Los Angelesbe. Ez itt a kávéházi asztalon a National Enquirer-a frusztrált emberek pletykalapja. Amihez hasonló egyelőre még nincs Magyarországon, de szerintem előbb-utóbb biztos lesz. Akik ugyanis unják a hírességek retusált képeit, és nem szeretik nézni a sikert, a csillogást azoknak, itt van a valóság. Farrah Fawcett például a Charlie angyalaiból, plasztikai műtét után, sminkeletlenül. A Lady Diana-t halálba kergető paparazzók ilyen lapoknak dolgoznak, a hírességek pedig annyira félnek tőlük, hogy lassan a felismerhetetlenségig bebugyolálják magukat, ha kilépnek az utcára. Rájönnének-e például, hogy a kapucni alatt Uma Truman-t látják? Ő pedig Ben Affleck barátnője Jennifer Garner. Lesipuskás fotók Brad Pittről, Angelina Jolie-ról, Jennifer Anistonról, a házaikról, sárkányrepülővel vagy épp helikopterrel berepülve az épületek fölé. Heidi Klum háza, Justin Timberlake-i, az uszodájuk, az egész életük, ha akarják, ha nem. Oda jutottunk, hogy a hollywoodi sztárok leghíresebb bevásárló utcáján, a Rodeo Drive-on ma már szinte sosem látni sztárokat, pedig ez tényleg nekik épült. Az üzletekben itt a színes bőrtáskák 1 millió forintnál kezdődnek. Az árak persze nincsenek kitéve. A lakberendezési boltokban a kínai cserépkatonák 10 millióról indulnak. Errefelé Bentley-k és Rolls-Royce-ok parkolnak, a járdán pedig élő szilikon barbik sétálnak. Ma már a gazdag, de ismeretlen emberek terepe ez, a sztárok ugyanis inkább nem jönnek ide, mert hogy az utca közterületbe. Az amerikai törvények alapján közterületen lehet fotózni a sztárokat. Ő Kovács Klaudia, manapság Hollywoodban próbálkozó fiatal magyar színésznők legsikeresebbike. Már nem nagyon hallunk róla itt Magyarországon, a bulvár sajtó nem ír a szerepeiről, talán mert nincs magyarországi menedzsere, vagy producer barátja, vagy valakie. Hogyha közterületen, tehát itt lefotózhatod őket, ez rendben van, akkor miért fotózzák le a Jennifer Aniston mesztelenül a saját kertjébe? Az nem közterület? Azért, mert a háza fölött lévő terület, tehát a légtér, az is közterület, tehát ahonnan tehát fotóz. Be lehet röpülni fölé, és igen, onnan le lehet fotózni. Így igaz. Annak ellenére, hogy a saját otthonában van. Igen. Claudia 12 évvel ezelőtt az érettségi után jött Amerikába. Játszik színházban, filmekben és amerikai tévésorozatokban. Nincs akcentusa. Immigration got him. It's not in they send him back. 2 éve New Yorkban a Broadway-n főszerepe volt egy Shakespeare darabban, a Tévedések vígjátékában. Amerikában őket választották az év legjobb társulatának. Szerinte nem véletlen, hogy Amerikában az olvasók be akarnak lesni Jennifer Aniston kertjébe. Mi magyarok viszont a saját sztárjaink házaiban nem. Így aztán nálunk nincsenek is lesipuskás fotósok. Valahogy Magyarország nem termelte ki a paparazzikat. Miért? Mert annyira elérhetetlen, és ennél fogva annyira misztikus, hogy egyszerűen... A Jennifer Aniston. Vagy bármilyen amerikai sztár, hogy ennél fogva sokkal érdekesebb és sokkal nagyobb a vágy, hogy elérjék. Ja, tehát amilyen házakba ők laknak, amilyen üzletekbe vásárolnak, ez már tényleg egy igazi sztárvilág. Nekünk nincs ilyen világunk, tehát ezért nem is termelődik ki a vágy, hogy jaj, befotózni valakinek a kertjébe? Igen, szóval, hogy a távolság fizikai értelemben, illetve hát anyagi értelemben, szóval annyira fölülmúl mindenféle képzeletet, hogy ettől fogva igenis annyira vonzóvá válik. Az, hogy elmegyek mondjuk a Katona József Színházba, és megnézem a sztárt, aki éppen a sztár Magyarországon, de elérhető, szóval oda tudok menni, meg tudom rázni a kezét, tudok vele beszélni. Tehát ezek azt hiszem, az, hogy annyira körbe vannak véve emberekkel, és annyira védve vannak, tehát a testőrökkel, és minden egyéb módszerrel, hogy elérhetetlen az illető, és ettől nagyon-nagyon izgalmas.